Felolvasó színházat tartottak a Mészői 100 emlékév kapcsán a Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében a Magyarországi Német Színházban. A bemutatott darabot egy simontornyai testvérpár írta, két korai Mészői novella nyomán, még 2019-ben. Akkor a Mészői Egyesülettől jött egy felkérés a számomra, hogy ezt csináljuk meg felolvasó színházként. És akkor volt az ős bemutatója tulajdonképpen, és most ugye 2021-ben, amikor is a Mészői Miklós ugye születésének 100. évfordulóját ünnepeljük, tehát a Mészői 100 emlékév van, akkor én gondoltam azt, hogy ezt mindenképpen vegyük elő újra, hogy mások is láthassák, akik akkor nem voltak ott, és most egy egész más formációban, más rendezésben készült el a produkció. És hát azért felolvasó színház, mert hogy ugye a felolvasó színház is valamennyire színház, viszont kevesebb, rövidebb próbaidőszak is elegendő az előadásához, illetve ez a színdarab például azt gondolom, hogy talán felolvasó színházként még jobban megállja a helyét, mint hogyha élő eljátszanánk a színpadon. Tudod, annyi minden van bennem, mint az ólom olyan nehéz. Nem hallasz. Csak segíteni szeretnék mindhármunk. Sok mindent nem tudsz. Emlékszel a nőegyleti bárra? Nem tudom még. Biztos szép lesz. Emlékszem, amikor első bálozó voltam. 1916. november 25. Azt hittem, rögtön a bál szépe is leszek. De nem lettem. Számomra a felolvasó színház egy ilyen összvér, ami sok terhet el tud vinni, se nem előadás, se nem felolvasás, hanem valahol a kettő között. Én szívből remélem, hogy ez van legközelebb ahhoz, ami egy teljes értékű színházi előadás lehet, de mégsem az, tehát azzal a nehézséggel, hogy esetleg az ország különböző pontjából hívott színészekkel vagy művészekkel közösen valamit csinálni hasonlóan leszabályozott körülmények között, mint a mostani helyzet, a pandémia, meg az év vége felé besűrűsödő program kavalkád közben. Tehát én ezért nyúltam régebben is hozzá, de tényleg csak így, hogy ez egy összfér, se szamár, se ló, de mind a kettőt képes ellátni. Könnyebb abból a szempontból, hogy kevesebb szöveget kell megtanulni. Nehezebb abból, hogy le vagyunk horgonyozva egy székhez. Nem is kötelességem, hogy megkérdezzelek. Én vagyok a családfő, arra megyünk, amire én mutatom. Ez a figura, ez egy olyan apa szerep, amikor megboldogult édesapámmal és édesanyámmal délutánonként vasárnap úgynevezett régi jó magyar filmeket néztünk, ahol Jávor Pál, Csortos Gyula és hasonló nagy nevek ilyen számomra akkor is avittas, de mégis élő szituációkban éltek, abból a millióból lép elő ez az apa figura. Szerintem ő leginkább hordozza ezt, mert az anya figura az már egy nagyon modern, sőt talán posztmodern, mert a darab a felszín mögötti olyan lelki folyamatokat ábrázolja sokszor. A fiatal alkotók, írók, akik ezt megcsinálták, olyan témákat hoznak föl, ami semmiképpen egy egysíkú vagy egyoldalú női figurának a sajátjai, hiszen a küzdését és a társadalom által ráerőltetett szerep és az egyéni sors nehézségeinek, hogy tudja ezt összhangba hozni. A gyermek és aki csak a családi kötelékek szempontjából gyermek, hiszen a fiú már azért egyetemre jár. Hát ő már egy modernebb fickó, és hát a téglaégető pedig szerintem rokon mindazokkal a tábortüzek lángjában felbukkanó romantikus női figurákkal, akik még most is ott rejtőznek a csatári torok völgyeiben, vagy a Porkoláb völgyben akár, vagy hát szerintem mindenkinek az életében vannak ilyen
ilyen nehéz embert próbáló pillanatok. Itt most nyilván egy családnak az élete van fókuszban, meg leginkább a fiúnak ez a kapcsolata ezzel a téglaégetővel. Van okom a kopaszodásra? Micsoda? Te! Össze-vissza kínozlak, mi? Mindenem fáj. A színészeknek sajnos az ilyen érzéseinket ezt el kell rejtenünk, hogy most tetszik egy figura, mert azért ez az apa, ez nem egy emberi nagyság. És azt hiszem, ebben rejlik ennek a darabnak az átütő ereje, hogy itt az akár most is megtörténhetne szituáció van. Tehát, hogy ez ilyen ki tudja, mik történnek itt a szép nagy mázas ablakok és vastag kapubajárók mögött, vagy a jacuzzik és a medencék partján.